Szentségednek én úrom énekelni. Szent nevedet dicsérvén magasztalni, és mindenütt te világon hirdetni. Igen, reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról énye gondolkodni. Hekedővel, orgonával zengetni, minden éneklő szerszámmal tisztelni. Csodaképpen én vigasztalást vészek, cselekedetidre, hogyha te kezdeidnek munkájában örvendek. Teremtőmnek, megváltónak éneklek. A mi segedelmünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Hálás a szívünk, Urunk, azért, mert fölébredhettünk erre a mai napra, amely a mi számunkra ünnep, az élet ünnepe, a föltámadott és élő Jézus Krisztus ajándékozó kegyelmének a napja, amikor igéjét és lelkét az övéire kiárasztja. Kérünk, Urunk, hogy részeltess bennünket ebben a csodában, add, hogy Jézus szava valóban megtaláljon, elérjen bennünket. Megérintse a szívünket és a lelkünket. Elgondolkodtasson bennünket. Add, Urunk, hogy ne csak halljuk, de értsük és cselekedjük, amit üzenni kívánsz nekünk. Köszönjük, hogy rád figyelhetünk. Hódolva állunk előtted. Könyörülj rajtunk és szólj hozzánk. Amen. Olvasom Istennek igéjét a Máté írása szerinti Szent Evangélium 21. fejezetéből, a 33. verstől a 42. vers végéig. A megnevezett helyen így szól Isten igéje. Jézus mondja, hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített, azután bérbe adta szőlő munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg, hogy miénk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezenkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Rosszért rosszat fizetve elpusztítja őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Kedves televízió nézők, Jézus példázata egyrészt a természeti világba vezet el bennünket, másrészt, és a hangsúlyt inkább ide szeretném az elkövetkezendő percekbe helyezni, a való világba. A kép, amelyet Jézus Krisztus fölhasznál, az egyik legősibb növénytermesztési kultúra a szőlő, amely a Szentírásban Noé óta ismeretes,
évszázadokon át művelték, gyakorolták ezt Izraelben, Jézus hallgatói számára is egy olyan metafora, amit nagyon jól értettek. Nem csak a valóságos értelmében, hanem úgy is, hogy az ószövetségi proféták arról beszélnek, hogy a szőlős kert az valójában Isten népe, Isten választott népe, és a példázatban megjelenő szőlős gazda pedig maga az Úristen. Három tételben szeretnék szólni és beszélni az úgynevezett gonosz szőlő munkásokról szóló példázatról. Egyrészt a múltra vonatkozóan, másrészt a jelenre tekintve, és harmadsorban pedig úgy, hogy Jézus Krisztusra tekintünk, akiről azt mondja a zsidókhoz írott levél, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ennek a példázatnak a feszültsége a szőlős gazda és a bérlők között alakul. Pontosabb, hogyha azt mondom, az ellentétet a bérlők viselkedése, mentalitása, gondolkodása és cselekvése váltja ki. Amikor ezekről a bérlőkről beszél Jézus Krisztus, akkor tudnunk kell, hogy amikor ez a példabeszéd elhangzott, akkor a hallgatói között ott voltak Izrael népének a vezetői, az akkori politikai, hatalmi elit, az úgynevezett főpapok. És Jézus a példázattal belehelyezkedik az ő gondolkodásukba. Amikor is arról beszél, hogy az Úristen egy népet magának kiválasztott, az minden jóval ellátta, mint ahogy a példázatbeli gazda a szőlőjét, és mielőtt idegenbe távozott volna, az ültetvényt, a szőlőt, a népet megbízottaknak adta át. A hallgatók bizonyos értelemben érzik, hogy Jézus róluk beszél. De az emlegetett feszültség ott támad, hogy akkor, amikor eljön az elszámolásnak az ideje, a példázat szerint a szüretnek az ideje, amikor a járandóságot be kellene szolgáltatni a tulajdonosnak, a gazdának, akkor ezt ők nem csak hogy elhárítják, hanem a küldötteket, akiket a gazda, a neki járó jussért küldött, azokat nem csak hogy elküldik, hanem azokkal csúnyán elbánnak. És a példázat szerint ez többszörösen megismétlődik. A bérlők, a megbízottak eltérnek a megállapodástól. Nem a rájuk mért feladatot végzik el, hanem elkezdenek önhatalmulag cselekedni. A kérdés, hogy hol van az ő tévedésük? Hol tévednek Jézus kortársai, nevezetesen a vallási, politikai és vezetők? A történet egyértelműen arról beszél, hogy elkezdik elhitetni magukkal, előbb talán csak úgy óvatosan, aztán egyre magabiztosabban, hogy valójában ez a szőlő, ez a nép, ez az övék. És ők rendelkeznek fölötte, mégpedig úgy, ahogy akarják. Ez a viselkedés arrogáns. Csak önös érdekeket tart szem előtt. Semmi másra nem gondol, csak arra, amit a végén meg is fogalmaznak. Szeretnék elbirtokolni, eltulajdonítani azt, ami nem az övék, hanem az Istené. Jézus figyelmeztetése e példázat kapcsán természetesen nem csak annak a kornak vezető elitjével szemben fogalmazódik meg, hanem minden időszaknak, minden korszaknak a vallási és politikai vezetőit érinti. Örök kísértés, hogy azok, akik pozícióban vannak, akik megbízatást kapnak, egy idő után elkezdjenek önhatalmulag cselekedni és viszonyulni.
És azt gondolják, hogy nekik csak nem minden szabad. Megtehetik büntetlenül, hiszen a megbízó, lényegileg az Úristen, távol van tőlük. Mondani valóm első hangsúlya tehát erre vonatkozik. Minden vezető státuszban lévő embernek Isten igéje azt üzeni, hogy elszámolással tartozik, és egy valamit tudni kell, hogy ebben a földi életben csak megbízottak vagyunk. Amit ránk bíztak, az nem a mi tulajdonunk, hanem az Úristené, akinek elszámolással tartozunk. A mondani való második része, ahogy az elején mondtam, a jelenre vonatkozik. Hiszen igazából a mi számunkra, mai szentírásra figyelők, az iránt érdeklődők számára nem az az izgalmas, hogy mi volt régen, meg hogy miképpen viszonyuljanak a vezetők az Istenhez, meg a rájuk bízottakhoz, hanem ez a példázat vajon miképpen vonatkozik az én életemre, aki lehet, hogy hétköznapi ember vagyok, akinek soha nem voltak ilyen ambícióim, nem volt beosztásom, nem volt pozícióm. Vajon Jézus nekem mit szeretne elmondani? A képet, amit az Úr Jézus fölhasznál, azt szeretném egy kicsit továbbvinni. És a kérdés, amit fölteszek a példázat kapcsán, így hangzik. Érdemes elgondolkodni azon, hogy azt, amit az Úristentől ajándékba kaptunk, nevezetesen az életünket, azt miképpen igyekszünk megélni, ezzel az élettel miképpen bánunk, miképpen gazdálkodunk, és ami talán a legfontosabb, miképpen gondolkodunk róla. Még egyszerűbben így lehet föltenni a kérdést, kié az életem? Kinek a tulajdona? Kinek tartozok elszámolással? Ki előtt kell számot vetnem arról, hogy mire jutottam? Ki az, aki előtt meg kell állnom? Önmagam előtt? Vagy pedig az Isten előtt? Nem mondok túlzottan nagy újdonságot, amikor kimondom azt, hogy a kortárs ember, vagy legalábbis a kortárs emberek legtöbbike úgy gondolja, hogy az az élet, amit megélek, az az enyém. Azzal én rendelkezem, azt csinálok vele, amit akarok. Gyakorlatilag nem tartozok senkinek elszámolással, legfeljebb jó esetben a lelki ismeretemnek. Ez ennek a világnak a korszelleme. Ezt lehetne részletezni és taglalni, hogy milyen leágazásai vannak ennek, és mi következik ebből, hogy tudnék a legtöbben valóban nem létezni szeretnének, nem közösséget megélni, gyakorolni, adott esetben lemondani, hanem birtokolni, és legfőképpen élvezni, olykor talán kizárólagosan csak élvezni az életet. A Szentírás nyomán a kérdés, kié az életet? A példázatban Jézus megadja a feleletet, és az egész Szentírás lényegileg arról beszél, amit már, ha burkoltan is, de kimondtam, az emberi élet az Istentől való ajándék. Tőle jövünk és hozzátérünk, és ebből fakadóan neki tartozunk elszámolással. Életünk minden napján. A tulajdon viszonyokat tekintve nagyon kifejezően fogalmaz hitvallásos iratunk, a Heidelbergi KT, amely ezt mondja, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Akármit is diktál a korszellem, akár miképpen gondolkodnak emberek, aki Isten félőnek és Krisztus követőnek tartja és vallja magát, erre az alapra helyezkedik. És ennek nyomán igyekszik
megélni küldetésképpen, megbizatásképpen ezt az életet. Elsősorban Istenre tekintve, másrészt pedig a megbizatásnak eleget téve. És a harmadik dolog, amiről még szólni szeretnék, Jézus Krisztus személye. A jézusi példázatok közül jó néhányat találunk az első három evangéliumban. Ez az, amire azt mondják az új szövetség tudósai, hogy leginkább Krisztus központú. Az a példabeszéd, amelybe Jézus saját magát, személyét is beleviszi. A példázatban a szőlős gazda nem csak a szolgáit küldi el a szüret idején, hogy a neki járó termést elkérje, hanem ahogy mondja az Úr Jézus, végül elküldi az ő szeretett fiát. Őt meg fogják becsülni. Márk evangélista ezen a helyen betesz még egy szót, ami nagyon figyelemre méltó, talán meg fogják becsülni. Valószínűleg mi, földi szülők és édesapák, az előzmények után, amiről a példázatban Jézus beszél, nem küldenénk el a fiunkat ilyen bizonytalan, sőt, emberileg kilátástalannak tűnő helyzetbe. Ami Urunk arról beszél, hogy az Isten szeretete ezt a kockázatot, ezt a rizikót is vállalja akkor, amikor a fiát elküldi ebbe a világba. Bízva és remélve azt, hogy meg fogják becsülni. Hogy őt, mint legitim, valóban az Istentől jövő követet elfogadják és neki engednek. A példázat arról szól, hogy a bérlők teljesen elcsúszva az eredeti rendeltetéstől összeesküsznek, és hogy végképp elbirtokolják, elbitorolják a szöllőt, az örökössel, a fiúval végeznek. Kiviszik a szöllőn kívülre, azután megölik őt. Jézus példázatának a drámaiságát az adja, hogy az, amikor ez elhangzott egykoron, néhány nappal Jézus halála előtt, akkor, ahogy mondtam, Jézus saját magáról, az ő küldetéséről és sorsáról is tanú bizonyságot tesz. És ő nem csak elmondja ezt a történetet, hanem néhány nap múlva el is szenvedi, át is éli. A nagypéntek arról beszél, hogy miután koholt vádakkal halálra ítélik őt, kivezetik az akkori Jeruzsálem falain kívül, a szőlőn kívülre vetik ki, és megölik őt. A történet drámaisága és csúcspontja itt teljesedik ki. Jézus profétai módon beszél arról, hogy miközben az Isten mindvégig bízik a bérlőkben, bízik azokban, akinek a kezére hagyta ezt a bizonyos szöllőt, ők mégis galád módon elbánnak a fiával, de gyakorlatilag vele is. A már emlegetett zsidó levélben többek között ezt olvasuk, és ezzel szeretném zárni az én mondani valómat, hogy minden korok hívő emberének, keresztjén emberének a kötelessége az, és az útja nem lehet más, mint a Krisztus követésben kimenni a városon kívülre, és megállni azon a helyen, amit jól ismerünk, ez a Golgota hegy, és meglátni azt a keresztet, amelyen meghalt az Isten fia ezért a teremtett világért, konkrétan értem is. Mert ahogy hisszük és valljuk, az a golgotai kereszt miattam, helyettem és érettem áll.
A példázat feloldása az, hogy igen, lehet a Krisztus követésben utána menni, meglátni az életemnek a valóját, hogy lényegileg én is az elutasításban élek, de az Isten szeretete, az ő kegyelme, hogy ő kész meghalni értem, az életemet megfordíthatja, és ennek nyomán nem csak az Isten találom meg, hanem önmagamat is. Nem vétem el a tulajdonjogot, hogy tudnilik kié az életem, kinek tartozom elszámolással, és miképpen vagyok felelős a rám bízottakért. Adja mi Urunk, hogy ezt az utat, ami bizonyos értelemben a kereszt útja, végigjárjuk, hogy azután ott őnála békességünk lehessen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt a megrázó történetet, és köszönjük neked azt, amit ezen keresztül a szívünkre kívántál helyezni. Köszönjük, hogy az életünkre vonatkozó alapvető kérdések, kötődések és viszonyulások kerülnek elő, amelyekbe belegondolhatunk, tovább vihetjük a fölvetett kérdéseket saját magunkra vonatkoztatva. Urunk, az életben kimondva, kimondatlanul keressük a helyünket, keressük önmagunkat, keressünk téged is. Add, hogy megtaláljunk ott, ahol vagy. A példázat szerint a szőlőn kívül, a városon kívül, a Golgota hegyén. És segíts bennünket, Urunk, hogy az életünk során eljussunk odáig, hogy ott megálljunk és leboruljunk. És elimádkozzuk, hogy Uram, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Köszönjük, Urunk, hogy Te soha nem fenyegetsz bennünket, hanem mindig figyelmeztetsz, és mindig igéddel és lelkeddel belátásra hívsz, hogy tudnilik megértsük azt, hogy ez a földi élet alapvetően nem a birtoklásról szól. Még akkor is, hogyha nagyon erős késztetések vannak bennünk, elbirtokolni és eltulajdonítani azt, ami nem a miénk, hanem a létezésről, az Istenhez való tartozásról, és a másik ember megtalálásáról szól az emberi élet, te szerinted. Add, hogy megértsük, hogy ebben van az igazi gazdagság, a veled való békesség, és a harmónia, az együttlét a másik emberrel. Köszönjük, hogy ezt munkálod, és ezt szeretnéd elvégezni bennünk. Add, hogy tudjunk engedni neked. Jézus szava és igéje nyomán. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, a ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Amen. Ó Krisztus, főd ez húzott, te vére szenvedő, te több is koszorúzott, kibonyolt áll a fő, ki
szépség tükre voltál, ékes csodás remek. De most megcsófolgottál, szent főköz öntelek. Ó, légy érette áldott, Jézus egyetlenem, hogy szörnyűkén haláldott, nagy jót akar velem, ott, hogy jó dolba híven, tőled ne térjek el. S ha hűlni kezd a szívem, benned pihenjek el. Thank you.